Egy új növénytermesztés technológia, amivel több termés érhető el. A Lemken Azurit 9 vetőgépével a hagyományos egy sor helyett háromszög kötésbe vethetők a növények. A magok 75 cm-es sortávolságban kerülnek lehelyezésre, az egy sor helyett egymástól eltolva kettőbe. Az új vetőgépet mezőfalván mutatták be a nagy közönségnek. A Lemken ide mezőfalvára, a Naksóra az álló gépek közé elhozta az Azurit 9-es szemenkénti vetőgépet, hiszen a jelenleg is előkészületben lévő precíziós pályázatba ez a vetőgép család tökéletesen beilleszthető. Azt látjuk, hogy a gazdálkodókat borzasztóan érdekli ez a megoldás, az a Deltaró rendszer, amit az Azurit kínál számukra. A Deltaró eljárás lényege a szántóföldre vetett növények tenyészterületének növelése. A Deltaró az egysorba történő vetéshez képest akár 70%-kal nagyobb tenyészterületet, intenzívebb tápanyag és vízfelvételt, valamint fényt biztosít az egyes növények számára. A Lemken Azurit 9-es vetőgép család legfőbb ismérve a Deltaró rendszer, amelyet rendkívül egyszerűen mechanikusan állít elő a vetőgép, ugyanis, hogyha megnézünk egy vetőegységet, és felbontunk egy házat, akkor megláthatjuk azt, hogy itt nem vetőtárcsánk, hanem egy vetődobunk van, és a vetődobon eltoltan találhatóak a furatok, amelyek ezt a szabályos deltaró alakzatot fogják számomra biztosítani. A gépnek a felépítése, ahogy említettem, a lehető legegyszerűbbre lett tervezve. Egyetlen egy darab villanymotor hajtja ezt a vetődobot hátrafele, a nyomott levegő pedig a vetődobon található furatokra szorítja rá a vetőmagot, amelyet egy maglesodró szabályoz, hogy minden furatra csak egyetlen egy mag kerüljön. Az ellenőrzésért egy fotocella felel, ez a fotocella fogja számolni az általam kivetett magmennyiséget, és fogja kontrollálni visszafele a maglesodró pozícióját, amely teljesen automatikusan üzemel, a gépkezelő beavatkozása nélkül mindig 100%-os precizitásra fogja a vetőgépet beállítani. Milyen növényfajokra alkalmazható ez a vetőgép? Az Azurit 9-es vetőgép jelen pillanatban kukorica, napraforgó, cirok és szója vetésére alkalmas. A mezőfalván megtartott kétnapos szántóföldi gépbemutató több tízezer látogatót vonzott, ahol a gazdálkodók és érdeklődők újra személyesen is megtekinthették a legújabb talajművelő és mezőgazdasági gépfejlesztéseket. Az itteni kiállítás is bebizonyította azt, hogy nagyon nagy az érdeklődés a mezőgazdasági gépek és a Lemken kínálata iránt is. Mi nagyon örültünk a lehetőségnek, hiszen személyesen nagyon régen tudtunk találkozni a vevőinkkel, a partnereinkkel, és erre itt most abszolút lehetőség adódott.